Ötgömb, a megismerés kalandja. Mai vendégünkkel Sojmári Daniellel találkoztunk már, legalábbis telefonon meg beszéltünk is. Tudnék, Daniel a Máltai, Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgozik, vagy is? is. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Legfőképpen Na, ott. Az afrikai hét alkalmából beszéltünk mi, de a mostani témák az egészen más, és én ezt nem is tudtam egyébként, mielőtt meg nem láttam, vagy megláttam a földgömb mostani számában megjelent a viharok földje Patagónia függőleges birodalma című cikkét. Tudni illik, Daniel egy egészen extrém sportot űz, űz, szóval csinál, olyan sziklafalakat mászik társaival együtt, olyan sziklafalakra mászik, ami hát legalábbis laikus szemmel abszolút mászhatatlannak látszik. És akkor természetesen, mondom, hogy 26-szor kaptál már ilyen kérdést, hogy de hát miért? Most te mi, miért kell neked oda fölmászni? Miért kell? <laughs> Nehéz erre. Nehéz ezt megokolni. Ahogy a cikkben is írom, egy részben valóban ez egy hősies küzdelem, vagy emberi hasztalanság. Nem szeretem megindokolni, de nem lehet, volt, nem hogy, volt lehet, hogy próbáltam, szóval... hiszen azt hiszem, hogy adekvát, hogy az ember magyarázatokat keressen arra a tevékenységre, amit adott esetben, adott esetben végez. Azt hiszem, hogy már odajutottam, hogy nem is próbálok válaszokat találni erre. Sokan kérdezik, hogy miért kell, miért muszáj ezt csinálni, Már ilyenekre gond: család, szülők, hát... barátok, barátnők, társak. Tehát... Hogy, persze. Hogy akik féltenek, hogy mi van, jó, oké, mászol, mászol, de hát onnan le is kell jönni, meg le is lehet esni. Hát persze, gondolj csak bele, az hogy egy ilyen bizarr formájú sziklafalat megmászni, de magába teljesen logikátlan, és egyébként megindokolatlan is. Mert, mert hogy nincs ott semmi, ami, tehát nem valami miatt, nem, nem valami célelérése, nem jól mondom, mert rögtön meg kell állni a mondatban, mert de bizony, hogy cél elérése, meg kell mászni, az a cél. Igen, hát sokféle cél lehet, sokféle célt tűzhet ki maga elé egy ilyen, egy ilyen hegymászó, aki, aki erre adja a fejét. Vannak egészen konkrét célok, ha más nem egy fal, vagy egy útnak a vége a megmászásra, vagy akár egy csúcs, aminél kézefoghatóbb célt ugye nehéz találni, és hát nyilván emocionális célok is, amit a hegymászó Átél, vagy próbál átélni. De Nagyon valóban... szépen írsz egyébként ebben a cikkben azokról a dolgokra, amiket átél az ilyenkor az ember. Nem fogom felolvasni az egészet, csak néhány dolgot lapozgatok közben, aláhúzogattam. Ugye? az a pály, amiről ez a cikk szól, ez Patagónia, Így van. és ez egy, olyan, ez egy olyan, ez fantasztikus, tehát a fényképeket nagyon nehéz rádióban elmagyarázni. Erről már az előbbi fél órában, amikor az LGT albumról beszélgettünk Szebeni András fotoművészel, ugyanezt mondtam, hogy tulajdonképpen nem, meg kell nézni, tehát tessék rákattintani a földgön.hu-ra, vagy megvenni a folyóiratot, és ott lehet látni azokat a csodákat, amikről beszélünk, de laikusként ránéz az ember erre, és azt mondja, hogy, hogy Uram, atyám, hát ezek nem normálisak, ha megpróbálnak ide fölmenni. És megpróbálnak. Hát? Igen, de ha a ezt én magam is állítom önmagamról, vagy azok. Hogy nem vagy önmagamról. teljesen komplet? Hát miért lennék? Hát itt van egy, itt van egy teljesen valószínűtlen fal, egy valószínűtlen, valószínűtlen hegy, egy ilyen patagóniai szirén, amire megpróbál egy sziklamászó felmászni minden észérvet nélkülöző módon, hát persze. Jó, azért ez valahonnan elindult. Téged mi vitt? arra, hogy ezt elkezd valahol, mert ezeket a, a, a falmászást az ember vagy elkezdi egy ilyen vázi teremben, ahol mesterséges falak vannak, és akkor az mit tudom én, 4-5 méter magas, és nagyon biztosítottan fölmászik az ember rajta, és boldog. Aztán kisebb falakat mászik, olyanokat, amin azért vannak különböző fix pontok, kapaszkodók, karabiner, felerősítési lehetőségek, és ott is keményen biztosítják kötéllel, rendszerint fölülről, hogyha megcsúsznak és aztán, na de honnan kezdődött? Igen, hát kicsit szülői indítatás, kicsit egyéni fejlővés, hogy azon elmókáztunk. is, fiam? <laughs> nem, nem is egészen így. Otthon mászogattak azért a családba, leginkább túráztak azért, de mindenképpen volt egyfajta érintettségem mm. így a hegyek által, és azt hangsúlyozom, hogy a hegyek által. Tehát, hogy édesanyád mert... és is túri, túráztak? Igen, igen, hát sőt, igaz? mások is a családba. Mm. E... Az is mondtam, hogy, hogy különösképpen a hegyek által érint, meg, mert engem egész kiskorom óta, kiskoromban magas tátrába vittek. E, tehát akkor például, amikor elkezdtem konkrétan már sziklát mászni, és intenzíven sziklát mászni, és ezt azért fontos tartom megegyezni az zárójelbe, hogy ugye a hegymászás is egy olyan hihetetlenül differenciált tevékenység, mint például az atlétika, hogy más nem mondjak, hogy egy futó ugyanúgy atléta, mint egy ugró, annak ellenére, hogy a esetben teljesen más... Tehát kategóriákra a hegymászás Így is. van, így van, így van és engem szinte mondhatom az első perctől kezdve a hegyek, a nagy hegyek, és azonban is a sziklafalak motiváltak. Úgyhogy, tehát elmokáztunk az előző percekben, hogy, 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 nehéz, talán nem is kell megokolni a mászás eredőjét, vagy miértjét, de azért ennek mégiscsak vannak ezért elégen, hogy mondjam, csak konkrétan meghatározható lelki Hát a teljesítmény okai. nyilvánvaló. Nyilvánvaló a egyrészt. Vágya. Nyilvánvaló egyrészt. Ugye hát ez egy roppant szubjektív dolog. az egyéni válaszom erre, erre, erre hasonlóképpen összetett. Amikor kisfiú voltam, én pedig emlékszem, a szüleim magas tátrába, ó, tehát a füredre vittek, palacsintázni, egy éresszájú gyerek voltam, és ültünk a palacsintázó előtt, és elnézegettem a szomszéd asztalnál piros kabátban ülő hegyi mentőket, és egyetlen imponált az a férfiasság és az a kisugárzás, amit ezek a marcon arcú hegyi emberek közvetítettek, és hát mind az a küzdelm, küzdelem, az a fajta férfias attitűd, amit, amit így a hegyek között, egy, 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 bárki, aki akár csak turistaként megfordul, így a nagy hegyeknek a világában átél, vagy legalábbis fel kell, hogy vérteződjön. Mennyire van köze ehhez a dologhoz, aztán annak, hogy teológus vagy, és ez is, le, ez csak lehet, hogy ez ilyen nyakateker dolog, de hogy egyfajta lelki valamiféle, nem tudom én, nyugalom, egyesülés, olyan nagyon szépen is, remélem, hogy meg fogom találni, hogy. Hát nem, itt, itt keresgélem. Azt a részt, ahol leírod azt, hogy ülsz és, és milyen gyönyörű az, amikor az ember ö, beleolvad a természetbe, és, és egyesül azzal, ami őt körülveszi. Egyé válik azzal, ami őt körülveszi. Vagy ezt már én találtam ki ezt a teológus és, és indítatás. Párhuzamot? Igen. Nem, nem, nem feltétlenül, bár azért egy kis korrekciót mindenképpen szeretnék tenni, ez egy teológus volna, ez az erős túlzás, bár teoló, egyfelől valóban így van, de inkább ugyanúgy teológiát tanultam, ez picit olyan szerintem, mint teológus a filozófus, tehát akinek van egy saját gondolata, az Igen, mondjuk az... tekinthető filozófusnak, hát lehet sokan tanulnak filozófiát, Igen, tehát Igen, mondjuk Igen. Ennyi, ennyit azért, ha szabad. De visszatérve az eredetire, nem, nem, nem. Tehát ez a párhuzam semmiképpen sem erőltetett, és elrugaszkodott a föltől. Én azt gondolom nagyon sok párhuzam található, most túl a biblikus párhuzamokon, de valóban az a fajta vertikális transzcendencia, ami az emberi életben, vagy egy, egy emberben ott esetben megfogalmazódik, az a hegyek között is képes ugye, megjelenni az ember lelkében. Úgyhogy ilyen, ilyen tekintetben... De ez van. hat arra is, aki olyan emberekre is gondolom én, akiknek nincs tudományos alapozottságuk ehhez. Természetesen. Tehát ez egész egyszerűen De hát ez nem is hat. szükséges, hogy ne, hogy ne. Tehát ez ösztönös, ahogy, ahogy mondja. Hiszen itt ugye Uh, azért említett, de meg nem talált, nem <coughs> probléma. Nem miért. tudom, hogy miért nem találok Idézet az is az tükrözi, hogy, hogy hát valóban, tehát ezért így a természetben hegyek között az ember egy olyan, egy olyan sajátságos kapcsolatot tud létesíteni a, a hegyel, a természettel, és ha itt tetszik, akkor a teremtővel, ami egyébként is képes megszületni, de, de valahogy ebben a közegben sokkal intenzívebb módon és koncentráltabban. Térjünk rá nagyon gyakorlati kérdésekre ahhoz, hogy az ember Patagóniába mehessen uh, sziklát mászni, uh, rengeteg pénz kell. Ez hogy jön össze, és hogyan fedezed a tartózkodásodat, amikor ilyen távoli tájakra mész, egyáltalán Patagónián kívül merre még? Hát akkor sorba a kérdések válaszolva, rengeteg, az ugye relatív. Hát természetesen egy... Uh devecseri családnak, akinek elvitte az iszapa a házát, annak, annak, adott esetben egy átlagos városi ember napi költsége is rengeteg tud lenni. De konkrétan válaszolva, és ez is egy egyéni érintettség, én nekem egész kis gyerekkorom óta, az egy, az egy, amióta mászok, az mindenképpen egy szilárd meggyőződés, hogy a mászásomra ne költsek arányosan túl sok pénzt. Uh -huh. Mert egyszerűen az már összeütközne az én lelki ismeretemmel. Egészen pontosan fogalmazva, én például expedíciókra voltam már jó néhány expedíció, nem költöttem fél millió forintnál többet. Ez természetesen Tehát sok pénz. Csi, pénz limitett, ez természetesen sok pénz, van. Igen. Ugye mindenki arra költi a pénzét, amire akarja, tehát egy egyén vagy egy cég, mondjuk, hogyha támogat Persze. valamit. Tehát azért mondtam, hogy ez egy, ez egy nagyon szubjektív uh, álláspont, ha úgy tetszik. Én milliókat erre hát nem tudom elképzelni, hogy erre el tudnék költeni, uh, hiszen csak körül kell nézni a világban, és rögtön kézzelfoghatóvá válik ez a, ez a, amire utalok. Ha most konkrétan a céghez megyünk vissza, itt leírod a nehézségeket, leírod azt is, hogy a falmászásnál nagyon sokszor előfordul az, hogy napokig egy 500 ezer, 1500 méter magas falon napokig kell fölfelé menni, vonszolva magad után a felszerelést. Ezt a tapasztalatot, ezt hol lehet megszerezni? Ez csak ott, vagy pedig már itthon is fel tudsz rá készülni? Nem, nem. vannak-e módszerek? Nem, mindenképpen, sőt, az rossz, ha az ember csak ott próbálja, vagy már ott próbálja megszerezni. Ez mindenképpen ez egy nagyon koncentrált, intenzív közeg, már ami a, 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 teljesítmény, a, falat, a, teljes, igen, a teljesítmény, vagy arra fordított energiát és technikai tudást illeti, sőt, személyes véleményem szerint nyilván vállalva az elfogultságot, azt gondolom, hogy a nagyfalmászás, ami már rögtöni kategória, és egyfelől biztos, hogy egy, egy fajta magyarázat is igényelne. Ezen belül is a magashegyi nagyfalmászás szerintem a hegymászásnak a az az ága, ami, ami a legtöbb felkészültséget kívánja, és az egyik legbonyolultabb. Válaszolva, tehát igen, fel lehet fel is kell készülni Európában, de akár a szomszédos Szlovákiában, Magas Tátrában, rengeteg olyan közeg található, olyan hegység, olyan fal, ahol kiválóan ez lehet ki modellezni. Hát tehát ugye ez egy érdekes kérdés, a mert a hegymász... vagy magadtól? De is, is, is. Uh -huh. e, nyilván azt gondolom, hogy, hogy ha arányban áll a kettő. A hegymászás tipikusan egy olyan tevékenység Magyarországon, ami ugye kiesik a részint az államilag finanszírozott tevékenységeknek a csoportjából, de úgy általában abból a körből is, amit az emberek úgy ismernek, elismernek. Tehát ilyen értelemben véve de azért a hegymászó. ismert a természetfilmcsatornákon sokszor vagy többször. Hát persze bizonyos tekintetben nyilván. Legalábbis mi földön állunk. Igen. Tehát egy tehát hegymászónak mindenképpen magát Igen. kell menedzselnie, a saját edzője, és még lehetne sorolni itt a, a kategóriákat. Jobbára azért a tapasztaltabbak átadják a tudásukat a, a, a kevésbé tapasztaltabbnak. Én ebben a tekintetben nagyon szerencsésnek tartom magam, mert olyan tanító mestereim voltak a múltban, akik kiemelkedően jó hegymászók, emberileg és szakmailag és technikailag is nagyszerű egyéniségek, és volt szerencsém megtanulni tőlük, e, zárója meg ezen, persze ez nem egy zárt folyamat, vagy egy véget ért folyamat, de hát az egyéni, egyéni e, szintje is nagyon erős ennek, hogy mennyire szeretnék erre jó hegymászó lenni, ha hegymászásban gondolkodunk. Írsz a cikketben arról, hogy a Cerro vagy Csero Torre, Csero Torre. Csero Torre nevű csúcs az egy fantasztikusan nehezen meghódítható csúcs volt, és egy olasz úr, Maestri 1970-ben visszatér, mert egyszer már nem sikerült neki, és, és megpróbálja az összes, az ezt idézem, az alpinizmus összes akkori kellékét bevetve felérni a csúcsra, föl is ér és visszaér az alaptáborba, az előző teljesítményét vitatták. azt írod, hogy ezután sem nyugodhatod meg, a több száz furt sziklaszeg, illetve a felhasznált és bizonyítékul vagy kimerültségből a falban hátrahagyott kompresszor miatt áldatlan támadások keresztüzébe került. Mi ez a falban hagyott kompresszor, vagy a falon hagyott kompresszor? Hát ez, ez teljesen érthető, hogy, hogy hogy meglepedésre ad okot, vagy nehezen értelmezhető. A szép a ez... ismerem. Ez a Hakni nevű ö, dolog, ami függőleges részben vízszintes, vízszintes részben függőleges ö, acéltestű szeg, aminek a végén van egy Luka Lukban egy, egy karika, és erre lehet karabinert akasztani, és átfűzni rajta a kötelet. Ugye ez? Hát himmel. nagyjából igen, illetve ennek különböző változatai. változatai. Hát a kompresszor az egy, az, egy, az egy, mechanikus eszköz, talán magát a fogalmat nem kell különösen megmagyarázni, hogy hogy kerül a kompresszor, vagy az asztalra, ha úgy tetszik. Uh, ugye fúrógépeket használnak ma is, használnak ma is mászók adott esetben, természetesen uh, ugye ma a modern szellemiség, vagy szemlélet mellett próbálják redukálni uh -huh. a mesterséges eszközök használatát, illetve az, az olyan eszközök használatát, amik maradandó nyomot hagynak, tehát nem tehát eltávolíthatóak. Ez fúr egy fúrógép fúra egy, fúr egy a uh -huh. falba. Régebben is használtak ilyet, régebben többet, hiszen még ugye nem volt annyira, hogy tetszik modern ilyen szempontból a, a szemlélet. Maestri ő ezt olyan szintre vitte, hogy több száz ilyen furt szeget furt be egy tagolatlan fal részre, amit akkor nem tudtak önerőből, tehát szabadon úgymond átmászni. Uh -huh. Ezt ma is csak rappant kevesen tudják megtenni, és ha itt tetszik, akkor ez egy ilyen hegymászó etikai kérdés, hogy mikor van az a pont, ahol én fúrhatok a falba, vagy milyen mély sekélyjukat fúrjak a falba. Maestri ezzel ilyen szértelemben nem nagyon foglalkozott, ő azt gondolta, hogy az lehetetlen átmászni és azt a szakaszt. Mint az őrült. Pontosan, nem tudhatta, hogy 50-20-30 évvel azt követően ott esetben átmásszák Aha. szabadon, ilyen furt eszközök nélkül. Bocsánat, itt álljunk meg egy pillanatra. Vannak fényképek <laughs> itt ebben a cégben olyan fajrészekről, a, ugye ez fotó, tehát abszolút objektív, itt nincs kamu. Hogy lehet átmászni rajta? Elképzelhetetlen. Tehát a pókemberes filmeket most körülbelül idézhetnénk, Tényleg arról van egy kis része, van egy kis, valami kiálló, de van olyan, ami asztal, majdnem asztallap. Azt hogy másszák át? Igen, természetesen hogy az előbb itt a furt eszközökről beszéltünk, igen, vagy igen, a, igen, lukakról, a kompresszor... igen, igen. Ezek ezek ma is egyébként használt eszközök, illetve bizonyos mértékben fúrnak lukakat ma is mászók, hegymászók. Itt a cikkben alapvetően a hegymászásnak egy nagyon speciális ágával foglalkozunk. Ez itt az a kép, amire gondoltam. Igen, igen. ez elképesztő. Ez egy tükörsima valami. Tehát egy nagyon speciális ágával foglalkozunk a hegymászásnak, amit úgy neveznek, hogy mesterséges mászás két nagy kategóriája van a mászásnak, és most itt bűnös leegyszerűsítéssel, szabadmászás és mesterséges mászás. Szabadmászás az, ahol a sziklán úgy mászok fel, hogy az előre elhelyezett, az el, elhelyezett, most, nem előre, elhelyezett eszközöket csak biztosításra használom, tehát ez egy defenzív biztosítás, visszaesés ellen véd, tehát az esés mértékét próbálja csökkenteni. Ez a szabadmászás. Kézzel lábbal mászok a sziklafalon. mesterséges mászás esetében az én általam, mászó által elhelyezett eszközöket közvetlenül is használhatom a továbbításhoz. Tehát fogom, lépem, húzom. Aha. Egyébként rövid kis ilyen hágcsókat, ha úgy tetszik, kötél létrákat, hevedel létrákat akaszt bele a mászó, majd abba állva helyezi el a következő 10-20-30 cm a következőtől, vagy, ez, vagy az, azt megelőzőtől. Uh, annyit tudni kell, vagy legalábbis én annyit tudok, hogy, hogy kétféle biztosítás létezik, alsó, felső, ha én jól tudom. Az alsó biztosításnál ugye az van, hogy az a mászó engedi utána úgy a kötelet, hogy ha véletlenül leesnék, akkor annyivel esetek le, mint a legutóbbi karabiner fölé másztam. Igen, most már egy ilyen nagyon technikai Igen. szinteket ütünk. Ez csak azért de kérdezem, mert... valóban létezik ez a két kategória, így van. És a másik az egyértelmű, hogy föntől zárásképpen, mert, mert, közben sajnos telik az időnk, <laughs> hogy ez a fajta mászás, amit, amit te csinálsz, ez a, a legközelebbi tervek szerint ez hol folytatódik? Tehát mikor olvashatunk, mondjuk ez volt a patagoniai cikked, és beszámolód, és még? Nem tudom, hát egyelőre az életem úgy alakul, hogy hogy a, annak a civil részén is komoly terveim vannak. Amennyiben? Amen. Aha, nem titok. Nem természetesen nem titok. Alapvetően a munkám, munkám egy kiemelt része az életemnek, a Máti szeretet szolgálatnál, ahol többek között az afrikai fejlesztőprogramokkal foglalkozom. Úgyhogy ez egy mindenképpen egy olyan terület, ami, ami sok érdekességet és kihívást tartogat. Hát akkor a mászás majd meglátjuk, hogy mi lesz benne. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Sajmári Dániel magashegyi sziklamászó volt a vendégünk, és a Földgöm című folyóiratban jelent meg egy gyönyörű cikke a Patagóniai függőleges birodalomról. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.